Sziasztok, Főadmin vagyok. És ebben a videóban nem más hoztam el nektek, mint egy újabb quizt. Yeah. Méghozzá nem másról, mint az FT Islandről. I need you, I love you, puszodil, na je mami, pulloyo, kideru, onjena, sara. Na de hogyan is tudhatjuk ezt meg? Egyszerű egy helyzet gyakorlattal. Vagyis van egy helyzet, és ti választottok rá egy megoldás, hogy hogyan élnétek meg, mit tennétek, és hogyan történne. Maga a helyzet nagyon egyszerű. Elmentek egy FT Island koncertre, és ott valahogy, valami úton, módon, valahogy összetudtok futni a bandával. Mondjuk elmentek a színpad mögé, mert van VIP jegyetek, vagy átszöktök. Tök mindegy, összefutsz az egész csapattal. Mint figyelnek téged, és rajtad a világ szeme, hogy mit fogsz most tenni ebben a helyzetben. Az első választási lehetőséged az, hogy ugyebár úgy gondolkozom, mint valóban, és hogyha mondjuk egy szégyellős típus vagy, lehet, hogy egy szégyellős lennél, elpirulnál, nem igazán tudnál mit mondani, de próbálnál azért valamit mondani, üdvözölni őket, stb. De visszafogott és szégyellős lennél. Ez az első választási lehetőség, amit választhatsz egy ilyen helyzetben. A második, ha egy kicsit karizmatikus személy vagy, és úgy döntesz, hogy igazából a legtöbb fan vagy túl szégyellős, vagy túl rajongja a dolgot, ezért te úgy akarsz kitűnni, hogy arrogáns fogsz velük lenni. Szóval az nem számít, hogy ők énekesek és híresek, te az te egódat megtartod, és a tudtukra is adod, hogy figyeljetek, skacok, ti semmivel se vagytok jobbak nálam, vagyis egy szinten vagyunk, ne legyetek elszállva attól, mert énekesek vagytok. Hát igen, nem túl baráti verzió, de az biztos, hogy ha így viselkednél, akkor az emlékükben megmaradnál. A harmadik választási lehetőség, hogy megpróbálsz minél barátibb, minél közvetlenebb és minél lazább lenni. Szóval ne lássák rajtad azt, hogy egy elvakult rajongó vagy. Laza, nyugodt, haverkodnál, beszélgetnél, ismerkednél velük, és így próbálnál úgymond hozzájuk közelebb kerülni. Negyedik választási lehetőség, udvariasan és megfontoltan viselkedsz, vagyis igyekszel a legjobb oldaladat mutatni, és ezáltal reménykedsz, hogy jó benyomást tudsz náluk tenni. Az ötödik pedig, hogy letámadod őket. Mivel nem sok időd lesz valószínűleg, hogy tudjál velük beszélgetni, minél több minden információt a nyakukba zúdítasz, elmondod, hogy a legnagyobb fanjuk vagy, hogy mennyire örülsz nekik, elkezdesz ugrálni, sikítozni. Ah, itt vagytok FT Island, hogy valami hasonló dolog, szóval befanolsz, fangörcsöt kapsz, és ezt ők is látni fogják. Ezen mindig nagyon el szoktak mosolyogni a sztárok. Nem annyira egyszerű a választási lehetőség, ötfajta variáció van. Szégyellős leszel, arrogáns leszel, laza leszel, udvarias leszel, vagy hiperaktív leszel. Választanod kell ezek közül egyet, hogy vajon te mit tennél ebben a helyzetben, hogyan reagálnád le. Adok rá egy kis gondolkodási időt. Most lássuk, mik az eredmények. Ha azt választottad, hogy szégyellős lennél, akkor mi vannak? Keltenéd fel legjobban az érdeklődését, és onnantól kezdve biztosan elhívna egy randira, hogy magával vinne Koreába. Hogyha arrogáns lennél, akkor Sung-hyun lenne az, akinek a figyelmét ezzel fel tudnád kelteni. Mindig is szereti az egyedi csajokat, és te pont egy ilyen személyiség lennél ezáltal. Ha laza arsz lennél, akkor Jejinnek a figyelmét tudnád a legjobban felkelteni, a basszusgitárossal tök jól ellennétek, és tök jól ellazulnátok, és nagyon jó párost alkotnátok. Ha az udvarias megoldást választottad volna, akkor aki jól nevel, Jonghyun-t kapnád meg, aki szintén szereti az udvariasságot, a jó illemet és hasonló dolgokat, de mindenek mellett nagyon vicces, nagyon szeret hülyéskedni, és nagyon jól el tudnátok lenni együtt, ebben biztos vagyok. És végül, de nem utolsó sorban is, kizárásos alapon is, hogyha hiperaktív, ugrálós és stb. Lennél, akkor pedig Honkinak tudnád felkelteni az érdeklődését, és szerintem vagy elrabolna magával, vagy megkérne, hogy menjél a Koreába, de tök mindegy, hogy mit válaszolsz, mert ha nem, akkor elvisz magával. Nos! Ki jött ki nektek? Válaszaitokat várom kommentben, kíváncsi vagyok, hogy kinek ki jött ki, ki mennyire elégedett az eredménnyel, és számított-e rá, hogy esetleg őt fogja kapni, ha még a kvíz előtt. Írjátok még meg azt is, hogy milyen bandákból szeretnétek még kvízeket. Kaptam sok javaslatot, csak mivel most esedékes, hogy az FT Island ugyebár
hazánkban tiszteletét teszi, vagy amikor nézed a videót, már tiszteletét tette, ezért úgy gondoltam, hogy illik megtisztelnünk egy kvízzel, legalább lássuk, hogy ebből a bandából kijön neki. Hamarosan jönnek a többi fiú bandák is, ne ijedjetek meg, mindazok, akiket szeretnétek, és mindazok, akik még nem kerültek sorra. Előbb-utóbb igyekszem a valamennyi fiú bandát sorra keríteni, szóval, hanem a következőben, az utánivalóban, vagy az azutániban biztos benne lesz a te kedvenc bandád is, amiről még nem készült kvíz. Van amúgy a kvízeknek egy lejátszási listája, ezt lent a leírásban odalinkelem nektek, és hogyha szeretnétek egyszer kitölteni a többi kvízeket is, akkor majd ott azon keresztül kitölthetitek. Benne van mindegy lejátszási listában, lehet töltögetni egyiket a másik után. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban is, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. És hamarosan jövök a következő videóval, főadmin voltam, hallgassatok minél több K-popot, sziasztok! Kiden 어딨나요? 모든 걸